Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A béke legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária pedig felkelt, és sietve útnak indult a hegyek közé Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt szent lélekkel. Hangosan felkiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Ez az Isten igéje. Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Az elmúlt napokban Portugáliában jártam, hogy részt vegyek a 37. ifjúsági világtalálkozón. Ez a világtalálkozó Lisszabonban a világjárványt követő világtalálkozó, mindenki úgy fogta fel, mint Isten ajándékát, ami a világ fiataljainak szívét és lépteit visszavezette az evangélium útjára. Sok fiatalt a világ minden tájáról, hogy eljöjjenek és találkozzanak egymással és Jézussal. A világjárvány, mint tudjuk, súlyosan érintette a társadalmi szokásokat és az érintkezést. Az elszigeteltség gyakran zárkózottságba fordult, és ez különösen a fiatalokat érintette. Ezzel az ifjúsági világtalálkozóval Isten lökést adott az ellenkező irányba. Ez a nap a fiatalok nagy zarándoklatának új kezdetét jelentette földrészeken át, Jézus Krisztus nevében. És nem véletlen, hogy mindez Lisszabonban történt, egy olyan városban, amely az óceánra néz, amely a nagy tengeri felfedezések kiinduló pontja. Ezért a világtalálkozón az evangélium a fiatalok számára Szűz Mária példaképét mutatta fel. Mária a számára legválságosabb pillanatban elindul, hogy meglátogassa unokatestvérét, Erzsébetet. Az evangélium azt mondja, felkelt és sietve útnak indult. Szeretem a szűzanyát ezen a szempontja szerint, ezen keresztül segítségül hívni, ezen a valóságon keresztül. A siető szűzanya, aki mindig gyorsan cselekszik, soha nem várakoztat meg minket, mert ő mindenkinek az édesanyja. Mária vezeti még ma a harmadik évezredben is a fiatalok zarándoklatát Jézus nyomában. Ahogyan egy évszázaddal ezelőtt Portugáliában, Fatimában is tette, amikor három gyermekhez fordult, és rájuk bízta a hit és a remény üzenetét az egyház és a világ számára. Ezért mentem el újra Fatimába, a jelenések helyszínére, a világtalálkozó idején, és ezért is imádkoztam együtt néhány beteg fiatallal, hogy Isten gyógyítsa meg a világot a lélek betegségeiből, a gőgből, a hazugságból, az ellenségeskedésből, az erőszakból. Ezek a lélek betegségei, amelyek megbetegítik a világot. És megújítottuk felajánlásunkat, hogy önmagunkat, Európát és a világot Mária szívének, Mária szeplőtelen szívének szenteljük. Imádkoztam a békéért, mert nagyon sok háború van a világ minden táján. Nagyon sok. A világ fiataljai nagy számban és nagy lelkesedéssel érkeztek Lisszabonba. Kis csoportokban is találkoztam velük. Néhányuk sok problémája van. A fiatal ukránok csoportja fájdalmas történeteiket is elhozták. Ez nem nyaralás volt, nem egy kirándulás, még csak nem is egy önmagáért való lelki élmény.
A világtalálkozó az élő Krisztussal való találkozás az egyházon keresztül. A fiatalok azért mennek, hogy találkozzanak Krisztussal. Igaz, ahol fiatalok vannak, ott öröm van, és van egy kicsi mindezekből a dolgokból. Portugáliában tett látogatásomnak a világtalálkozó alkalmából jót tett az ünnepi hangulat, a fiatalok hulláma, hálát adok Istennek ezért, különösen gondolok most a helyi egyházra, Lisszabonra, amely a szervezés és a vendéglátás terén tett erőfeszítésekért cserébe új energiát kap, hogy folytassa útját az apostoli buzgalommal, telve újra kivesse hálóit. A fiatalok Portugáliában már most is elevenen jelen vannak, és most a világ egyházaitól kapott transfúzió után még többen lesznek. És sok fiatal úton hazafelé, Rómán keresztül utazott, itt is láthatjuk őket, néhányan, akik most itt vannak, részt vettek a világtalálkozón. Na, ott vannak. Ahol fiatalok vannak, ott lárma is van, ők tudják, hogyan kell ezt jól csinálni. Miközben Ukrajnában és a világ más pontjain harcok dúlnak, és miközben bizonyos titkos helyeken háborút terveznek, ez rossz, ez nagyon nagy baj. Háborút terveznek. A világtalálkozó megmutatta mindenkinek, hogy létezik egy másik világ is. A testvériesség világ, ahol minden nép zászlaja együtt lobog. Egymás mellett gyűlölet, félelem, elzárkózás és fegyverek nélkül. A fiatalok üzenete világos volt. Vajon a föld nagyjai, vezetői meghallják-e? Vajon hallgatni fognak-e erre a fiatalos békeszándékra? Ez egy példabeszéd a mi korunknak, és Jézus mi is azt mondja, akinek van füle a hallásra, hallja meg, akinek van szeme, lássa meg. Reméljük, hogy az egész világ odafigyel majd erre az ifjúsági világtalálkozóra, és látni fogja, hogy a fiatalok milyen szépen mennek előre. Még egyszer köszönetemet fejezem ki a köztársasági elnöknek, aki jelen volt az összes ünnepségen, és a többi civil hatóságnak, a lisszaboni pátriarkának, nagyon derék volt, a püspöki konferencia elnökének, és az ifjúsági világtalálkozót koordináló püspöknek, minden munkatársnak és önkéntesnek. Gondoljatok csak bele, hogy 25 ezer önkéntes volt ott. Elmentem, hogy találkozzam velük az utolsó napon, mielőtt visszajöttem. 25 ezeren voltak. 25 ezer önkéntes segítette a találkozót. Köszönöm mindannyiuknak. Szűz Mária közbenjárására áldja meg az Úr a világ fiataljait. És áldja meg a portugál népet. Imádkozzunk most együtt a szűzanyához. Most együtt, mindnyájan, hogy áldja meg a szűzanya a portugál népet. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Szent atya, most az olasz nyelvű hívek szeretnék kifejezni őszinte hűségüket és gyermeki szeretetüket, és minden apostoli szolgálatáért és szándékáért imádkoznak. Ennek az audienciának a végén latinul fogjuk elénekelni a mi atyánkot, és a Szent Atya megáldja mindazokat a minnyájunkat, és mindazokat a kis kegytárgyakat, rózsafüzéreket, amelyeket magunkkal hoztunk.
Az elmúlt napokban tragikus természeti jelenségek történtek Szlovéniában és Grúziában, amelyek halálos áldozatokat és anyagi pusztítást okoztak. Imádkozom az áldozatokért, és lelki közelségemet fejezem ki családjaiknak, és mindazoknak, akik a katasztrófák következtében szenvednek, miközben köszönetet mondok mindazoknak, akik segítséget nyújtottak nekik, különösen az önkénteseknek. Szeretettel köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat, különösen a Szent Szívek Szent Egységének nővéreit, a vizitáció segítő leányait, a szeplőtelen fogantatás kegyes nővéreit és a Szent Család nővéreket, akik általános káptalanjukra gyűltek össze. Kedves nővérek, békés és eredményes munkát kívánok. Örömmel hallottam és köszöntöm a Monteroduni város zenekarát és az együttes koncertjét, valamint a papnövendékeket és előjáróikat az Ige Magva közösségéből. Erősítsétek meg naponta Krisztushoz való hűségeteket, és hirdessétek kreatív módon az evangéliumot. Kiemelten fordulok most gondolataimmal a fiatalokhoz, a betegekhez, az idősekhez és az ifjú házasokhoz, akik közül elég sokan vannak most itt. Ma ünnepeljük keresztes Szent Teréz Benedikta, Edith Stein, szűz és mártír, Európa társvédőszentje ünnepét. Tanúsága ösztönözzön a népek közötti párbeszéd és testvériség iránti elkötelezettségre, az erőszak és a megkülönböztetés minden formája ellen. Az ő közbenjárására bízzuk Ukrajna drága népét, hogy mielőbb újra békére leljen. Mindnyájatokra áldásomat adom. Domino hobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomine Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.